Sziasztok, ez itt a Piros-Fehér-Zöld, és hát nagyon sok izgalmas mérkőzés volt, de egyről fogunk csak a mai műsorban beszélni, a Mezőköves Honvédról. Nem fagytunk meg, és ezt poénnak szántam. Gyerekek, azért azzal meccse büntetni lehetett. Tehát én mindig az NB1-ről szépen beszélek, meg hát a legjobbakat próbáljuk elmondani, de ott még az edzők is azt érezték, hogy voltak periódusai, hát az egész nagyjából, ami ilyen értékelhetetlen volt. Na de hülyeséget félretéve, annyi jó témánk van, kezdve a Nikolić emocionális megnyilvánulásától, egészen a szokásos Révész Attila megszólalásig, aztán ugye voltak azért igazán komoly mérkőzések is, ugye Mihály Boris debütált a Fehérvárnak a kispadján, az Újpest ellen, és nem a Boriszé körül lehettek, aztán ugye a Ferencváros is pontot hagyott, úgymond a Hidegkúti stadionban, az MTK elleni örökrangadón, és hát amiről még mindenképpen fogunk beszélni, az mi múltkor elmaradt, az a téli átigazolásokból egy ilyen kis kivonat, illetve csak egy rövid információ, valamint az edzőkeringő is egy komolyabb témánk lesz, mert hogy ha olvasgatjuk a neveket, akkor mindig lehet egy ilyen érzésünk, hogy már megint ő, és nem nagyon hallunk ilyen új neveket, mint mondjuk Giovanni Costantino, milyen jó, hogy egy kicsit beszállt ebbe az egész körforgásba, lehet, hogy majd ő is felmerül újból valamelyik NB1-es csapatnál, és akkor is része lesz az edzőkeringőnek, de erről később. Ennyi időtök volt srácok gondolkodni, illetve a nézőinknek is, hogy ki volt szerintetek az a top téli átigazolás, aki ide érkezett a Honi NB1-be, a mi topligánkba? Hát én egy olyan játékost mondanék, aki az NB1-en belül váltott klubot, az pedig Budu Zivzivadze, aki a Fehérvárból az Újpestbe tette át a székelyt, rögtön góllal debütált a volt csapata ellen. Azt már szerintem beszéltük Ivánnal korábban, még a műsor indulásán a korai szakaszán, hogy a Zivzivadze nem egy rossz játékos, sőt az NB1-ben kifejezetten jó minőségű légiósnak számít, és a Fehérvárban valamiért nem találta meg a számításait, viszont szerintem Újpesten ő nagyon-nagyon jó helyen lesz. És hogyha olyan játékost kell mondani, aki úgymond nem az NB1-ből érkezett, hanem az NB1-be érkezett, az pedig Fortune Bassey, aki már most érződik, hogy a Ferencváros megint egy olyan játékost talált, akit később eurómilliókért értékesített, lásd Mirto Uzuni. Mondjuk még Tokmakot, meg Ryan Mayert nem láttuk, meg Aysel Aydunit értékesíteni, de Fortune Bassey is szerintem erre az útvonalra fog rálépni. Igen, én közben lejegyzettem, hogy mit írtam, mert érdekes a Zivzivadze esete, mert majdnem őt választottam én is. Én azt gondolom, hogy az Újpestnek a kiesési gondjait Zivzivadze egyébként esetleg meg is tudja oldani. Egy olyan játékosról van szó, van itt, van még ilyen játékos, például Dražić, vagy a Jurina, ez a tipikusan az a külföldi játékos, aki Magyarországon úgy azért rugdosta a gólokat. Tehát azért nem egy ilyen szupersztárról van szó, nem Tokmak, nem Ryan Mayé, de egy olyan játékosról van szó, aki igenis nagy erőssége lehet egy kiesés ellen küzdő magyar csapatnál. Én azt gondolom, hogy az ilyen játékosok, mint például a Zivzivadze mindenképpen maradjon az NB1-ben, és az ilyen légiósokra szükség van. De maradjunk az Újpestnél, és egyébként hozzá akartam tenni, hogy én egy ilyen fél plusz egy igazolást választok ki. Tudod, olyan, mint a fél plusz egy, mint amit az MTK kötött most 8 játékossal, hogy valószínű, nem tudom, de valószínű, hogy fél év, és ha bennmaradunk, akkor életben lép a plusz egy. Szóval valószínű jó pár ilyen NB1-es szerződés van. Na ez a fél, ez Zimonyi Dávid, aki Zalaegerszegre ugye a Vasasra igazolt, azért fél, mert ugye NB1-ből NB2-be. Ilyet sokszor látunk, hogy egy feltörekvő, egyébként annyira nem is öreg, mert 24 éves, azt hiszem ez Zimonyi, tehát egy feltörekvő magyar játékos az NB2-be igazol. Én megnéztem mostában egy pár NB2-es mérkőzést, Diósgyőr, Kecskemét, például Kecskemét Diósgyőr, hát azért, hogy mondjam, ez a Vasas Diósgyőr kettősnek erősen fel kell javulni ahhoz, hogy az NB1-be azzal a mutatott játékkal, amit az NB2-be nyújtanak, bennmaradjanak az NB1-be, mert egyelőre nagyon gyenge. Úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy Zimonyi is hogy fog szerepelni. Várjál, mielőtt tovább mondod, a Zimonyiról azért a Walter interjú megvan nektek? Ja, hogy nem tudtam volna, akkor nem játszott a Fradi ellen. Zseniális. Igen, de igaza is van, és azt, hogy lekapta a 20, nem tudom, hogy egy percben, az se rossz. És már nem először történt meg. Az jó kis búcsú lehetett. Na mindegy. Szóval a plusz egy, az igazi, az egy olyan játékos, aki magyar válogatott, többszörös magyar válogatott, majdnem 50 valahányszoros, tehát az egy komoly múltra rendelkezik. Ugye Kádár Tamásról van szó, aki ugyancsak az Újpestbe jön vissza, és szerintem ő egy olyan játékos lehet megint csak, aki ha formába lendül, valamilyen oknál fogva megtalálja azt a hangulatot, azt a teljesítményt, azt a
azt a környezetet maga körül, ami újra inspiráló lehet, akár megint csak a magyar válogatotthoz is szóba kerülhet, mert ő még 33-34 évesen is úgy gondolom, hogy nemzetközi szintű futballista lesz. Szurkolunk neki. Nagyon örültek a Liláknál, és egyébként ő pár hete. Remek igazolás egyébként. Igen, belejön. Na, hát akkor írjátok meg ti is, hogy nálatok ki volt ebben a téli transfer átigazolási időszakban, aki nagyon tetszett, hogy érkezett akár a kedvenc csapatotokba, vagy akár annak is lehet örülni, hogyha valaki elment tőletek, és azért vagytok boldogok. És akkor most térjünk át a Nikolić interjúra, mert hogy szerintem ez volt az, ami a legjobban érdekli most a hozni futball szerelmeseit. Én direkt körülnéztem, mert hogy ilyenkor érdekel úgymond a nép hangja, hogy ki mit ír, mert hogy mindenről nyilván mindenkinek megvan a véleménye. A Tamás véleménye nagyon közel áll az enyémhez, amit találtam egy csakfocis bejegyzésnél. Azt írta, hogy ezt le kellett volna keverni, ilyen helyzetben senkit nem szabad hozni. Én bevallom őszintén, hogy egy nagyon rövid idő múlva a riporter helyében is én elköszöntem volna, illetve mondtam volna neki, hogy nyilván nem vagy abban az állapotban, Nikó, hogy nyilatkozz, és aki ismeri őt, én személyesen ismerem a Nikolićot, az pontosan tudja, hogy egy csupa szívember, úgyhogy ennyit csak itt zárójelbe, hogy lehet, hogy a személyes ismeretségből fakadóan sem hagytam volna ebbe a kellemetlen helyzetbe, de hogyha a riporter, aki csokahibáztatnak, nem ő keveri le, azt azért itt jelzem, hanem a rendező, vagy a szerkesztő, ha a riporter esetleg nem is lépett volna közbe, akkor a szerkesztő vagy a rendező is szólhatott volna, hogy gyerekek, ebből ennyi elég, mert hogy tényleg látszott, hogy teljes összeomlás van, de akkor mindjárt elmondjátok ti is a véleményeteket. Aztán valaki írja, hogy... minek megy oda, ha nem tud beszélni, olyan volt, mint egy kislány, inkább focizzanak ennyi pénzért, és akkor itt el is jutottunk a pénzhez. Aztán nekem nagyon tetszett András véleménye, egy igazi vérbeli szívből játszó játékos, így kéne minden játékosnak odaállni. Aztán valaki írja, hogy ennyi pénzért én is tudnék sírni, vagy még jobban. Ilyet egy férfi csak az anyja halálakor csinál maximum. Kikaptak, na és vagy a rengeteg pénz siratja, amit nem kap meg. Szóval itt próbálják a pénzt leegyszerűsíteni sokan, és aztán mondok még valamit, ami szintén közel áll a szívemhez, mármint nem az első mondata, csak az üzenete. Egy Balázs nevű úriember írta, hogy fradistaként kb. Rühellem a Vidit, de Nikó az egyetlen, akit mindig is tiszteltem a mentalitása miatt, én megértem, hogy neki ez most fáj. Hát ennyit akartam én bevezetőnek, aki nem látta volna a videót, érdemes megnézni, gyakorlatilag nem értem le, de másfél percig biztos, hogy ott szipog Nikolić. Igen, nagyon érdekes hát interjú volt, hogyha ezt annak lehet nevezni, bár az interjú alany nem is szólalt meg igazából az alatt a két perc alatt. Visszatérve egy kicsit talán a rendező, vagy nem is a rendezőnek, hanem a szerkesztőnek kellett volna ezt jobban kezelnie, és én abban sem vagyok biztos, hogy a riporter hölgy saját magától tette fel sorozatban ezeket a kérdéseket, úgyhogy Nikolić egyik kérdése sem válaszolt igazából. Nikolić, hát, magyarul arra utalsz, hogy mondták a főre, hogy még ezt kérdezd meg, ezt kérdezd meg. Aha, lehet, nem akarok segítsen belelátni, de hogyha én álltam volna ott, persze nyilván könnyen beszélek innen, meg én aztán nem szoktam interjúztatni senkit mérkőzések után, de hogyha ilyen helyzetben lettem volna, én nem forszíroztam volna annyira az interjút az első mondjuk 20 másodpercet követően. Nikolićnek soha nem a mentalitásával volt gond, és az ő magyar válogatottságainak száma sem a mentalitásán múlott, sokkal inkább azért, mert volt egy Szalai Ádám, van egy Szalai Ádám, aki sokkal jobban passzol egyszerűen ahhoz a játékrendszerhez, amit a mindenkori magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya elképzel, jelen esetben Marco Rossi egy sokkal inkább olyan futballt játszik a válogatottal, ami Szalai Ádámra, vagy Szalai Ádámhoz passzol. Most visszatérve a Fehérvárhoz, iszonyatosan rossz formában vannak, tehát ott tartanak 4 tavaszi fordulót követően, hogy közelebb vannak az utolsó helyezett MTK-hoz, mint az előttük 3. helyen álló Kisvárdához. És hogyha megnézzük ezt a 4 mérkőzést, hogyha megnyerte volna a Videoton, akkor 1 pontra lennének a Ferencváros mögött, hiszen ugye 12-vel szereztek volna többet, mint most. Ez is egy olyan mérkőzés volt, amit a Fehérvár saját magának köszönhetett, hogy kikapott, bár azért tegyük hozzá az Újpest szerintem Kruscsics alatt eléggé feljavult, és nagyon jó dolgokat látunk az új szerb edző irányítása alatt. Valaminek nagyon gyökeresen meg kell változni a Fehérváron. Én tartom egy picit magam azt, hogy Szabics Imrét lehetett volna még hagyni dolgozni, lehetett volna még egy pár mérkőzésre ezt az egészet hagyni, hiszen a játékosok Fiola Attila interjújából ítélve, vagy Fiola Attila nyilatkozatából ítélve mellette voltak.
Aztán, hogy Mikhail Borisszal mennyire fognak kijönni, az egy nagyon jó kérdés, mindenesetre a kezdet az nem volt fényes. Én nagyon, nagyon komolyan szeretnék erről beszélni, tudom, hogy mi egy szórakoztató műsor vagyunk, és megígérem, hogy a műsor további részében nem leszek ennyire komoly, de én engem a Nikolić interjú az mélyen megérintett, megmondom őszintén, mélyen. Én azt gondolom, hogy először is ez a troll hadsereg, ugye, amit most már azért, hogyha tényleg 2022-t írunk, tehát azért most már meglepődni ezen nem szabad. Én is egy éve, személyes történet, egy éve léptem be ebbe, megcsináltam egy ilyen nem személyes Facebook oldalt, ugye, és azóta vannak mindenféle karakterek megjelennek az én kommentjeimben, meg nem vagyok én szupersztár, tehát ilyen, mit tudom én, pár like, meg pár komment van, de az a pár komment, azok olyanok szoktak lenni néha, meg most az ülői 129.hu megjelentetett egy cikket, amit a Fradiról írtam, és körülbelül 150 olyan komment érkezett, hogy ki a Militár Iván, ugye? És én ülsz ott, és akkor nézel ezt, hogy 150 ember tényleg szív, mint az állat, hogy te ki vagy. Meg mit szív ez a militár, ugye? Igen, meg mit szív ez, és érted, és tudod, nekem könnyű megtenni azt, nyilván több ezer kilométerre vagyok innen, könnyű megtenni azt, hogy, vagy onnan, bocsánat, mert innen nem lehetek több ezer kilométerre, na mindegy, szóval nagyon messze vagyok, és nekem ezért nem kell nap mint nap ezzel találkoznom való életben. Viszont nem ánya Nikolićnak, vagy Nikolić nem ányának, mert ne felejtsük el, hogy ő azért elég komoly a magyarságáról, meg arról, hogy közénk tartozik, elég komoly tanúbizonyságot tett az élete során. Tehát már ez is jelzi, hogy mennyire egy emocionális, mennyire egy komoly emberről van szó. És ő neki viszont minden nap ezzel találkoznia kell. És én szerintem az emberek nem fogják fel, a mindennapi ember, azok a komment 23-ok, ahogy szokták mondani, ugye, nem fogják fel, hogy ez mit jelent ez az egész. Amikor azt mondják, hogy a pénzért csinálja, én egész egyszerűen fölháborítónak tartom, és nagyon komolyan mondom, hogy ez lerohasztja a magyar futballközeget. Tehát aki ebbe beleáll, az a magyar futball ellen van, mert ez nem így működik. Mit mondott az Eszterházy Matyi? Egy bizonyos szint fölött, ha jó focista vagy, a pénz az van. Igen, a Nikolić nem a Videótonnál szerezte meg a vagyonát, ezt azért jelentsük ki. Az MLS-ben jóval több pénzzel futballozott, Lengyelországban is több pénzzel futballozott, tehát azért ne felejtsük el, hogy Nikolić nem anyja egy komoly futballista, aki vállalja azt a magyar válogatottban is, hogy padról 5 perc áll be, most a Videótonban is háttérbe szorul, egy komoly emberről van szó, és fölháborítónak tartom tényleg azokat, akik ezt az egész érzelmi kinyilatkoztatást nem veszik komolyan. Ez hát egy dolog. Meg pont az, hogy pont a Nikolićot kezdik ki. Tehát, hogy az egyetlen olyan játékos, akin látod a pályán, hogy megszakad a csapatáért, és a pályán kívül is mennyire magán viseli a csapata sorsát. Igen. Tehát, hogy meg ezt megkérdőlezni, ilyen... Tomi, hogy ez nem őszinte, de most komolyan gyerekek, tehát megkérdőlezni, hogy ez egy színjáték, tehát vicc. Tehát, aki látott ember sírni, akkor, akkor viszont a Brad Pitt elmehet a sunyiba. Igen, érted? Tehát, aki látott sírni embert, aki embert sírni látott életébe, az tudja, hogy ez nem egy, na most majdnem mondtam egy másik magyar futballistát, nem akarom tényleg ebbe az irányba vinni, de voltak már más magyar futballisták, akik nem így sírtak vesztett mérkőzés után. És arra de mi lehetett a Nikonak a fejében egyébként? Én egyébként megmutattam az Egrinek, meg a Matuznak is ezt a videót, mert hétfőn veszik fel a Vaxot is, és ők nem látták ezt a videót, én tőlem láthatták először, és teljesen megdöbbentek, és gyakorlatilag... Valamelyikük talán a Krisztián vetette föl, hogy lehet, hogy van valami háttérben is, valami olyan probléma, amiről nem tudunk, tehát nem is tudhatjuk, hogy esetleg családi dráma, bármi, nem tudom, lehet, hogy semmi nincs, és csak egy csapattal kapcsolatos összeomlás ez, de még akár lehet benne valami olyan is, amit nem tudunk, igen. Legalábbis így hétfő délután a műsor felvételekor, és lehet, hogy majd a Nikolić ebbe rendet tesz, addig, amikor ez még adásba tesszük, de ettől függetlenül ki tudja, hogy mi járhatott a fejében. De leginkább szerintem az, hogy iszonyatosan szégyelte magát, és nem talált a szavakat. Szeretnék megjegyezni egy saját perspektívát. Én ezt leírtam, hogy én mit is gondolok erről az egészről, és ez volt az első rész, amit te mondasz, hogy tényleg nem tudhatjuk, hogy mi van, és nagyon komolyan kell venni ezt az érzelmi kitörést. De van egy másik része is, és ez futball szakmai. Én nekem már van egy olyan nézésem, és ezt már elindítottam ezt a tematizálást egy pár héttel ezelőtt, amikor mondtam, hogy így ilyen munka, fegyelem, fétis van Magyarországon. Én azt gondolom, hogy ebben a narratívában lehet, hogy nevezzetek hülyének, de ebben a narratívában ez tökéletesen beleillik. Én azt gondolom, hogy a futballpályára ilyen szenvedéllyel, amivel a Videóton játékosai most belemennek, az már túl sok. Tehát a szenvedély, vannak azok a szenvedélyek, ugye tudjuk, mi emberek vagyunk, tudjuk milyen az a szenvedély, az a jó érzési szenvedély, amikor tényleg arra megyünk be, hogy igen, a szurkolók mögöttünk vannak, itt van a mondjuk válogatott meccs, itt a címer, megyünk,
szól a himnusz, nyerni akarunk, de jó. És van az a szenvedély, amikor félelemből tényleg belemész, azért belerohansz, azért mert teljesen elment már az agyad, teljesen a szíveden viseldenek az egészet, és egy ilyen teherként nyomul. Na most, ha a játékot továbbra is munka, fegyelem, dolgozni megyünk be, küzdjetek, kágyenge, ezek mind gerjesztik ezt, és ez a végkimenetele. Nikolicsnak az interjújára én nagyon sokáig fogok emlékezni, szeretném jelezni, hogy a futball az egy játék, és nem úgy játék, hogy akkor el kell komolytalankodni, hanem az úgy játék, hogy az egy pozitív valami, azt élvezni kell, abba bele kell menni pozitív szenvedéllyel. És amikor ez túlcsordul, az így néz ki, és annak az senkinek nem jó. És egyébként utolsóként, bocsánat még, hogy ezt egy kicsit túltoltam, de utolsóként hagyd érezzem meg, hogy mennyire érdekes ez a magyar NB1. Van 1500 ember a lelátón, és nézd meg, hogy 1500 ember milyen nyomást gyakorol emberekre és játékosoknak az életére. Ez egészen elképesztő számomra. Mert a No Camp-ban van 85 000 ember, és ott nincsenek ilyen kitörések. Pedig azért ott lehet. Hozzáteszem, a Fehérvárnál a Borisszal én dolgoztam együtt, nem a Fehérvárnál dolgoztam együtt, de ugye a Borisszal én dolgoztam együtt, és a Fehérvárnál szerintem nagyon profin volt a kommunikáció, mert hogy egyrésztről a Borisz is nyilatkozta, hogy nyilván nem egy meccsen fog tudni csodát tenni. Amúgy nem tudom, hány olyan ember van, aki most esetleg ilyen trollhuszár és otthon ül és magában néz, és azt mondja, hogy odaértem a munkájára, és egyből én voltam a legjobb a munkájában. Tehát, hogy igazából ez az egyik, amit, de nem, de az most komolyan. Igazából. Ha már népművelünk, meg akkor őszinték vagyunk, ez egy ilyen őszinte műfaj. Tehát, hogy azért egy kis időt adjunk már az edzőknek is egyrésztről, még mi is. Ugye a Csercseszóval kapcsolatosan nyilván mi előzetesen elég sok minden alatt mondtunk, hogy nem teljesen értjük ezt az irányt, de mindig hozzátettük, hogy várjuk meg X meccset, amikor majd levonjuk a következtetéseket valójában, de elmondtuk a prekoncepciónkat. De szerintem az teljesen más, hogy van egy prekoncepciód, meg az is teljesen más, amikor úgy állsz hozzá, direkt megnéztem a Boriszhoz, hogy mi köttek, jaj, hát ez csak egy ilyen ideiglenes megoldás, jaj, már minek jött ide, mindenhol megbukott, beidézgettek, tudod, ahonnan kitették legutoljára a csapattól annak a klubigazgatójától mondatokat, de gyakorlatilag a saját szurkolók elkezdték elmondani, hogy mi miért nem fog működni. És egyébként ez egy ilyen alapvető probléma szerintem, hogy ma Magyarországon most ott tartunk az NB1-ben is, hogy már tényleg a kiesőket megmondták az emberek előre, hogy kik lesznek a kiesők, és hétről hétre egymást idegesítve a saját Facebook oldalukon, ahelyett, hogy a támogatásukat fejeznék ki a csapatok irányába, nyilván egy ilyen teljesen furcsa világot képzelek magam elé, ahelyett ütik állandóan a sajátjaikat. Tehát például az MTK-nak a szurkolói ahány negatív kommentet küldenek folyamatosan, hogy ki fogunk esni, vége mindennek, hiába a Fradi elleni egy pont, ez most már késő, Márton késő jött, ő se az igazi megoldás, és jönnek sorba tőle negatív kommentek. Ha ezt egy edző vagy egy játékos elolvassa, akkor nem biztos, hogy nem erőt merít a szurkolóitól, hanem azt mondja, hogy hát fú, úristen, világvége van. De nincs világvége, mert még bárki lehet kieső, meg bárki lehet bajnok, ez is látszik az NB1-ben. Tehát igazából csak azt akartam hozzátenni, hogy ez egy borzasztó dolog, illetve eszembe jutott, hogy én voltam a riporter a László Csabás sírásnál, még annak idején az RTL közvetítette azt a mérkőzést, 2005. április 9-e volt, direkt visszakerestem. Az egy olyan meccs volt, amikor ugye a Ferencváros a Kaposvárral játszott, és gyakorlatilag ott a László Csaba omlott úgymond össze, gyakorlatilag, ha emlékeztek, ott sírt a arcát a kezébe temetve, aztán utána jött ugye az Újpest meccs, ahol a László Csaba soha ne sírjál rigmus ment, hát nagyon remélem, hogy a Nikolic nem fog kapni ilyen sírással kapcsolatos rigmusokat, csak azt akartam mondani, hogy előfordul a sportban az ilyen összeomlás, és attól nem biztos, hogy a László Csaba még rossz edző, hogy volt egy ilyen összeomlása, vagy a Nikolic rossz játékos, ennyi. Ez így van, és egyébként még annyit akartam mondani, és akkor tovább mehetünk a Bini meccsről, de a Tomi ugye említette a mérkőzés képét is. Azért megjegyezném, hogy már hónapok óta azt látjuk, hogy a felátvédelem ellen nem működik a Videótonnak a játéka, és Mihály Boris az egy gegenpressing német iskola, tehát felátvédelem elleni játékot az MTK-nál se láttuk erősségének. Kíváncsi vagyok, hogy ez most a Videótonnál megint csak mindenki be fog állni ellene, ugyanúgy most is a Krus is ezt tett az Újpesttel. Hogy mondjam, kíváncsian várom, és csatlakozok arra, amit te mondasz, megvárjuk, hogy milyen, mi lesz ennek a vége, meg hogyan fog ez alakulni. Szurkolunk annak, hogy ne kelljen többet sírnia senkinek. Nem mondom, hogy szurkolunk a Vidinek, mert nem szurkolunk úgy kifejezetten senkinek, de szurkolunk annak, hogy itt sírás, rívás ne legyen már többet.
ilyen összeomlás, meg aztán végképp nem. De hát találjanak egymásra inkább a szurkolók, igen, meg a Boriszék, én inkább azt kívánom, mert az mindenkinek jó lesz, hogyha egymásra találnak, és azt gondolom, ez nem egy olyan utopisztikus gondolat, ha már az ember egy klubot egy életre választ és szereti, nem csak a jóban, hanem a rosszban is, de hát nyilván az ember kritikus szemmel nézi ettől függetlenül, és szerintem a kritika az előre is tud akár vinni, úgyhogy most lehet kritizálni, hogy mi az, amit még a Borisnál sem láttatok igazán jónak, hiszen ő is elmondta a mérkőzés után, hogy megérdemelten nyert az Újpest, és gyakorlatilag ugye a végén volt egy jó hajrájuk, de körülbelül ennyi, ami elmondható róluk. Hát nem tudom, hogy tehát érdemes két, és amit inkább arra csatlakozom rá, amit előbb az Iván mondott, hogy Mihály Boris sem azt az iskolát képezi jelenleg a magyar NB1-es edzők közül, aki mondjuk bevállalja azt, hogy akkor most 65%-ban labdabirtoklás, és minél több minőségi helyzet kidolgozása, folyamatos nyomás alá kényszeríti az ellenfelet, mert ugyanúgy szenvedni fog a Fehérvár, és ilyenkor el kell gondolkozni, hogy biztos, hogy Mihály Boris lett volna a megfelelő ember, nem lett volna más edzőt, bár nyilván, amit Iván is mond hétről hétre, hogy a támadójátékot sokkal nehezebb, vagy a labdával való dominálás sokkal nehezebb leoktatni, mint az, hogy mondjuk visszaállunk védekezni, és akkor abból kontrázunk folyamatosan. Lehet, hogy nincs ideje a Fehérvárnak, és ezért gondolták Mihály Boriszt egy ilyen jó megoldásnak, vagy annak a megoldásnak, aki mondjuk az idén végéig egy ilyen frissességet hoz a csapatba, és egy kicsit így felpesdül az élet Fehérváron, esetleg jobb lesz a csapat teljesítménye. De, amíg jön a Dárdai, most már ezt hallom, mert majd jön a Dárdai, és hogy addig egy ilyen felvezető ember a Boris. A Dárdaival sem fogunk támadó futballt látni a Fehérvárnál, legalábbis, hogyha abból indulunk ki, amit a magyar válogatottnál és a Hertánál láttunk, akkor biztosan nem. Nem lenne előrelépés ebből a szempontból Dárdai Pál, most kövezzenek meg a nézők, meg biztos kapom majd az anyázós kommenteket, hogy mű ki vagyok én, hogy a Dárdai Pált szidjam, de Dárdai Pálnak a játék, amit csapatainál láttunk eddig, az nem az előremutató, hogy akkor most agyon dominálom az ellenfelet labdával, hanem ugyanúgy ő is visszaáll, és abból kontrázott. És ez nyilván egy Bundesliga középcsapatnál, vagy kiscsapatnál, Hertha éppen melyiknek számít, bár inkább jelen állapotára. Most már kieső csapat felé, a kis csapat felé közelít. Az egy teljesen okés dolog, de egy olyan Fehérvárnál, amelyik a bajnoki címért kellene, hogy küzdjön, ott mondjuk nem feltétlenül ez lenne a módi, és ezen lenne érdemes majd, hogyha esetleg Mihály Boris nem válik be, ne legyen így, én szurkolok azért neki, hogy akkor mondjuk milyen irányba megy el Salló István vezetésével a Fehérvár, hogy megpróbálunk egy olyan edzőt hozni, aki inkább a felállt védelem elleni játékban is tud előremutató lenni, vagy akkor folytatjuk ezt az utat, hogy ugyanúgy impotensek leszünk labdával, és megpróbálunk kontrázni minden egyes ellenfél ellen. Holott a játékos keret nem feltétlenül erre van szerintem kitalálva jelenlegi minőségében. Ugye szoktuk mondani, hogy a történelem ismétli önmagát, na most a futball történelem is ismétli önmagát, ez mindig egy ilyen körkörös folyamat. Annó, hogyha jól emlékszenek, a kedves nézők is, a 70-es, 80-as években volt egy olyan Johan Cruyffi fordulat, meg egy holland fordulat, amelyik aztán utána Maradónával teljesen ki, hogy a labda művészete volt tényleg a minden, meg ez a totális futball, stb. Utána lett a Arigószáki zóna védekezés, Olaszország megint a 90-es években megint átvette a hatalmat, emlékezhetünk, hogy Catenaccio, meg aztán tényleg ott olyan védekezési struktúrák voltak, hogy elképesztő. Ez csúcsosodott ki például a 94-es világbajnoki döntőn, amit emlékezhetünk, hogy valami bűnrossz volt Amerikában. Tehát azért, és utána jött megint egy ilyen németes hullám, ugye emlékezhetünk Bayern München a 2000-es évek elején két bajnokok ligája döntőben volt, meg stb. És eljutottunk odáig, hogy Pep Guardiola megint elővette ezt a totális udat, megint a labda birtokláson alapuló, stb. Jött a Red Bull, amelyik ugye teljesen megváltoztatta ezt az egészet, és pár évben ez a Dortmund kontrajáték, meg tényleg a Red Bull Salzburg, meg a Red Bull Leipzig az utóbbi években teljesen átalakította a futballról való gondolkodást, egyre többen csinálják ezt, egész Bundesliga átvette ezt a gegenpressing, magas letámadás, egyből visszatámadás, Ralf Rangnick féle gondolattípust, de minden, ugye, mint ahogy mondtam, ismétli önmagát, és mára ez
kifulladt, és megmondom, hogy miért fulladt ki. És lehet, hogy ezzel egyébként emberek vitatkozni fognak. Azért fulladt ki, mert egész egyszerűen az emberek úgy döntenek, hogy visszaállnak védekezni az ilyen típusú csapatok ellen. A Borussia Dortmund próbálkozik például, már most már egyre inkább próbálkozik, komoly edzőjük van, próbálkozik, igazából nem megy nekik mostanában annyira, nincsenek jó formában, de próbálkozik ez a felátvédelem elleni játékon is javítani. A Bayern München Nagelsmannnal képes mind a két irányba játszani, Thomas Tuchel képes mind a két irányba játszani. És ezt látjuk az NB1-ben is, hogy egész egyszerűen ez a Red Bull iskola, ez a Red Bull filozófia, ez, hogyha csak ezt tudod, akkor az kifulladt. Már most tudom, belső információból tudom, van a Red Bull organizáción belül ismerőseim, akiknek ez az egész a, most a feladat, hogy átalakítsák azt a módszertant, azt a metodikát, mert rájöttek, hogy mindenki visszaáll ellenük védekezni, és akkor hiába akarsz gyors visszatámadással operálni, egész egyszerűen nem működik. És Mihály Borisra én kíváncsi lennék, meg nagyon, én nagyon támogatnám, hogyha például Mihály Boris most azt mondaná, hogy jó, akkor mi megpróbáljuk ezt javítani. Mi most tényleg úgy fogunk csinálni, hogy erre fogjuk ráni. Hiába ez a stílusom, hiába ezt tudják rólam, hogy én ez a gegenpressing németes iskola vagyok, na hát, ha meg tudom valósítani, és ehhez türelem kell, ehhez egy olyan időszak kell a videótonnál, amikor elfogadjuk azt, hogy lehet, hogy egy kicsit nehezebben fog menni. De én azt gondolom, hogy ez az irány, hogy egy kicsit átalakítsák a filozófiát, hogy tényleg az ellenfél térfelén való játék, a labdával domináló alapállást meg tudják valósítani, mert ha nem, akkor úgy járnak, mint a Puskás Akadémia is tette ezt ebbe a fordulóba, hogy hiába volt náluk majdnem 70%-ban a labda, egész egyszerűen tudtak mit kezdeni. A Debrecen lefotballozta őket, ami a kialakított helyzetek számát illeti. És ismét nem tudtak mit kezdeni, mert ugye őnekik ez most már nem az első ilyen figyelmeztetés az MTK mérkőzés utáni. Egyébként annyit csak a Dortmundtól, mielőtt majd valaki megírja, hogy tudjuk, hogy 6-0-ra nyertek most a rajszék vezérletével, de az Iván ugye arra gondolt, hogy a Rangers elkenték a szájukat, igen, tehát igazából ők is, nekik is van jobb is, meg rosszabb is. Viszont maradva még egy kicsit a Fehérvárnál, azért amikor a Boris odaigazolt, és most Tomi percei következnének, akkor így beszéltük mi is, de hát ugye a szurkolók is irogatták, akiknek egyébként abban igazuk van, mint fehérvári szurkolóknak, hogy amikor írják, hogy úristen, már megint rajtunk röhög az ország, tehát nyilván ez fáj nekik, hogy egy csomószor olyan teljesítmény nyújt a csapatuk, hogy röhögnek, hogy nem, hogy a Ferencváros nyomában nincsenek, hanem az Alegerszeg van az ő nyomukban. De az az Alegerszegről elmondta a Waltner Robi, hogy nagyon nem azon a szinten vannak, mint mondjuk az első 4-5 csapat, úgyhogy tényleg az Alegerszeg előtt egyébként le a kalappa, zárója bezárva. És akkor most azért mondtam, hogy a Tomi percei jönnek, mert hogyha megtudjuk, hogy XY csapatnál ki lesz az új edző, akkor mondjuk Vignyevics már volt, Boris már volt, Subka Attila már volt, Pintér Attila már volt, tehát ugye, és tudjuk mondani a neveket, és nagy félreértsétek, én ezeket a neveket most nem úgy mondtam, hogy ezek rossz vagy jó edzők, hanem úgy mondtam, hogy ha egyik csapatnál mondjuk elvesztik a munkahelyüket, akkor nagyon hamar megtalálják NB1-ben újból a helyüket, vagy akár, mint a Carrió is, hogy egyszer csak ugye visszajön Debrecenbe, miután már ugye máshol is teljesített szolgálatot a honi bajnokságban, és Tomi összeszedte, hogy ezeket ilyenkor jól érezzük, vagy pedig ezek ilyen edzőkeringőnek nevezett, hogy mondjam, fellángolások, és nincs is alapja, vagy van alapja ennek, amiket így felvezettem? Figyelj, az alaphipotézisem egyébként ez volt, amit előbb elmondtál, hogy ugyanazok az edzők cserélődnek, és hogyha megnézzük az idei szezon edzőváltásait, MTK Teodoro Vasilis érkezett, ugye ő ilyen állandó stábtag az MTK-nál, Mezőkövesre Subka Attila, korábban NB1-es edző, a Joan Carrió a Fehérvárnál volt, aki ugye Debrecen élet edző, Erős Gábor némire kivételt képez, bár ugye Kisvárdán elég régóta ott van, Márton Gábor korábbi NB1-es edző, aztán jött Stanislav Csercseszov és Milos Kruscsics, ők némi kivételt képeznek. Ugye ők még újak. Ki tudja, majd a Csercseszov, amikor Kisvárdára megy majd. Igen, várjál, és akkor ugye a két... Majdnem mondtam valamit. A februári friss edzők, Nebojsa Vignyevics és Mihály Boris, akik szintén korábban Magyarországon dolgoztak. Én feltettem magamnak a kérdést, hogy mennyire igaz az NB1-es edzőkeringő. Három fő kérdéskört vizsgáltam. Az egyik az, hogy mennyi edzőt fogyasztottak el az NB1-es klubok az elmúlt 6,5 évben, mióta 12 csapatos az NB2. A második kérdés az volt, hogy milyen edzőket alkalmaznak, és itt most arra, hogy magyar edzőket, vagy Magyarországon dolgozó edzőket, vagy pedig a külföldről érkező, akár magyar, akár külföldi edzőket szokták alkalmazni, illetve hogy a hazai
bajnokságban megfordul edzők hány csapatnál voltak az elmúlt években, és egészen döbbenetes számok jöttek ki. Tippelnétek, melyik csapat váltott legtöbbször edzőt az elmúlt 6,5 évben? Hát a Ferencváros is sokszor váltott. 6,5 évben? Csak az NB1-es idények számítanak bele, és a beugró edzőket nem számítottam bele. Tehát csak olyanokat, akik bizonyos ideig ki voltak nevezve a csapatnál. Elmúlt 6 évet mondtál. Igen, így van. Akkor a Pison szegényem kiesett, meg a Teodorou Vasilis, az örök beugrók. Egyszer-egyszer számításból vettem őket, mert volt hosszabb periódusuk. Igen, tehát nem amikor ilyen pár meccses beugrás értem. Hát akkor az MTK az egy jó megoldás lehet, de a Kisvárda se rossz. Csak egyébként az MTK is, ha csak így visszagondolok, volt a Lucsánszki a Feckó után, akkor utána azért volt ugye a Boris. Igen, volt a Boris, ugye volt, hát még régebben valóban a Tamásival, ha kezdjük. Az MTK az egyébként? Honvéd. Nem. Honvéd, egyébként tényleg ők is bizony. Marco Rossi, Erik van der Meer, Subka Attila, Giuseppe Sannino, Pisont István, Bódog Tamás, Horváth Ferenc és most Nebojša Vignjević, de egyébként nem voltatok messze a többi csapattal sem az igazságtól. Az MTK és a Kisvárda 7-7 edzőt fogyasztott el, és még a Fehérvár is 7 edzőnél tart, kezdve a legendás francia Bernard Cassonival. Ott volt ugye Horváth Ferenc is, Marko Nikolić volt szerintem az elmúlt másfél évtized egyik legjobb fehérvári vezetőedzője Paulo Souzával egyetemben. Talán Marko Nikolić egy sokkal előremutatóbb futballt tudott játszani a csapatával, de például 6 edzőt fogyasztott el NB1-es szezonjában a Debrecen, 5-öt a Puskás Akadémia, 5-öt a Mezőköves, de Mezőkövesnél kétszer volt ugye Pintér Attila alkalmazva. A Fehérvárnál 4 edző volt, Tomás Doll, Szerhi Rebrov, Péter Stöger és Stanislav Csercseszov, ugye Máté Csaba csak beugró volt. Igen, a Fradinál, Vidit mondtál, de Fradinál, igen. Ilyen Fradinál. Az Újpestnél Vinyevics, Rogán, Öning és Kruscsics most, ott is ugye csak külföldi edzőket alkalmaztak, a Zeténél is 4 edző volt, Paksnál is, és a Gyirmót, amely ugye úgy nézzük, csak 2 NB1-es szezonnal rendelkezik, ezzel együtt jelenleg 2 edzőnél tart, ugye Urbányi István volt 2016-17-ben, most pedig ugye Csertői Aurél. Mi a helyzet a korábbi NB1-es csapatoknál? Mit gondoltok, hogy melyik korábbi NB1-es csapat fogyasztotta a legtöbb edzőt? Diósgyőr, szerintem. Hát igen, az nem teli, rossz. Teli ez könnyű volt. A Diósgyőr ugye, ha jól tudom, 2 éve nincsenek NB1-ben, 6 edzőjük volt, köztük Horváth Ferenc, Bódog Tamás, Feckó Tamás, Fernando is volt. Ezek mind máshol is voltak, igen, ez az első igen, három. Hát nem hiába mondtam meg, és ugye még Egervári Sándornak is volt egy fél éve, csak aztán ő távozott, mert összetűzése volt a klub vezetésével, talán az igazolások nem sikerültek jól, hogyha jól emlékszem. És érdekes, hogy ugye az egy szezont megélő NB1-es csapatok, nem tudom, hogy most a Békés Csaba, Budafok, Kaposvár, Balmazújváros, ők nem váltottak ott is edzőt. Nem, de azért nem, ott is nem, ők nem váltottak. A Preisingerrel, a Csabára. De az NB2 volt. Az NB2, ja, 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 akkor bocsánat, a Zorán Spisiak volt az edző. Igazad van. Ugye Budafokon a Csizmadia Csaba, bár őt pont az utolsó előtti fordulóban küldték el, azóta ő már vissza is került Budafokra. Balmazújvárosban Horváth Feri. Igen, Balmazújvárosban Horváth Feri volt, és a Kaposvárban a Waltner Robert. Kategorizáltam a klubot. Megint olyan nevek, amik amúgy pörögnek az NBA-ben is. Persze, vagy, zseniális. Zseniális lesz az utolsó, amit mondani fogok. Az utolsó kérdésre, ott nagyon jó dolgok vannak. Vannak magyar edzőket preferáló klubok, vagy olyan csapatok, amelyek inkább a magyar edzőkre építenek. Ugye itt most a Paks, a Zalaegerszeg, Mezőkövesd, Gyirmót, így van, amelyek kizárólag, nem csak kizárólag, de leginkább magyar, vagy magyar származású Magyarországhoz köthető szakembereket próbálnak hozni. Vannak a külföldi, vagy külföldről érkező edzőket preferáló klubok, ugye a Ferencváros, az Újpest, még a Fehérvárt is ide sorolom azzal, hogy ugye Szabics Imre az osztrák nemzeti válogatottól érkezett, most ugye Mihály Boris is, azért valljuk be, hiába volt szövetségi kapitány az U21, vagy szövetségi edző U21-ben, illetve dolgozott a szövetségnél, meg volt az MTK edző, azért mégis... Tiszteletbeli magyar már, mert ő legalább igen, azért mondom, megtanulta hogy a nyelvet. Ő megtanult legalább a nyelvet olyan szépen, hogy már nem... Igen, de ugye ott volt ugye Marco Nicoli, Joan Carillo, Szónit is lehet említeni a Fehérvárnál, tehát azért a Fehérvár
hogy mondjam, próbálja kicsit koppintani a Ferencváros, hogy próbálunk külföldi edzőt hozni, csak egy kicsit talán egy egyenlentebbi polcról, mondjuk Márko Nikolic azért szerintem az imént felsorolt ferencvárosi edzőkkel egy polcon van, sőt... Nem, majd a Rebrov lesz, nem a Dárdai Fehérváron, akkor fölkapjátok a fejeteket. Hát egyébként... Annak azért, annak a körforgásnak örülnék. Figyelj, egy... Kirázott a hírek! Két napja, ugye? Két napja, ugyanez jutott eszembe, hogy a Fehérvárnál lehet, hogy a Rebrov lesz majd. Salói, azért majd fizessen valamit az ötletekkel. Az év sportigazgatója. Gondolj bele, milyen négyekségünk lesz, ha arról beszélnénk. Gondolj bele, hogy mindenki ilyenket nézne. A Csercsaszov-Rebrov csata, mi? Az nagyon durva. Inkább a Rebrov-Ferencváros csata. Igen. Hát figyelj, ugye Rebrov nagyon, tehát úgy ment el, hogy szerintem egy befejezetten ügye volt a Ferencvárosnál, az egy nagyon durva párosítás lenne. És gyűjtöttem olyan csapatokat, amelyek amíg kettő átmenetében vannak, itt kérdőjellel jeleztem meg a Puskás Akadémiát, illetve a Debrecent, mert ugye a Puskás Akadémia szerintem már egyre inkább szakad el attól, hogy külföldi szakembereket alkalmazzon, sőt ugye, jó, hát Hornyák Zsoltot ugye félig meddig azért magyarnak lehet tekinteni, szlovákiai magyar, vagy éppen itt van a Debrecen, amely korábban ugye a Kondás Cselemér, Herceg András, Huszti Szabolcs, most pedig most Joan Carillo lett az edző éppenséggel. És akkor ott van a Kisvárda Honvéd MTK, amely az utóbbi időszakban azért leginkább a külföldi edzők közül keresgél, bár ugye Kisvárdán jelenleg pont Erős Gábor a vezetőedző, meg az MTK-nál Márton Gábor. De hogy például a Honvédnál egészen zseniális megfigyelni, hogy mennyire változó kulturális vagy kultúrával érkeznek az edzők. Bódog Tamás, Giuseppe Sannino, Marco Rossi, Pison István. Látszik is, már bocsánat, honvéd szurkolóktól. És akkor most Vignevics, tehát ez egy teljesen elképesztő. Jó, az most egy nagyon buta kérdés lesz, melyik edző fordult meg legtöbb helyen az elmúlt 6,5 évben? Horváth Ferenc. Hány csapatnál? Balmazújváros, Diósgyőr, Honvéd, Videoton. Még ez a négy. Öt volt. Van még egy? Aha. Várjál, nem. Debrecen nem. Amúgy jó, nem rossz az Zalaegerszeg, csak a környéken kell keresgélni. Szombathely. Haladásnál volt edzés, ugye a Haladás pont akkor esett ki abban a szezonban, hogyha jól emlékszem. Horváth Ferenc... Kapósa Feri, Kapósa Feri. Tényleg vele estek ki Szombathelyen is. Igen. Horváth Ferenc öt helyen volt vezetőedző, Subka Attila, Bódog Tamás, Márton Gábor 3-3-3 helyen. Rosszul tudtad azt egyébként, mert láttam a... Bocsánat, nem javítottam ki, most rossz helyre... Most téged kellemetlen helyzetbe hozhatom, mert kijavíthattam volna, mert láttam. Elfelejtetted, hogy Subka az Debrecenben is volt edző. Meg a Honvédnál így van. De a Honvédnál igen, de Debrecenben andó. Régen, nem az elmúlt 6,5 évben volt edző. Az igaz. Mert akkor értem, nem, ő még a 2000-es évek elején volt a Subka. Ő bajnok lett. Hát hogyne. Igen. Hát hogyne. Igen. Akkor viselte a fülbevalóját. Így van, így van. Hó, hát én akkor én készítettem vele sorra az interjúkat. Persze. A meccs után. Ott volt egy ilyen klasszikus, emlékszem, amikor azt hitte a Csong, hogy őt szidják, azt mondta a Supi, nem, hát engem szidnak ezek a sajátjaim. Csong meg kiszólt nekik, hogy mit, adjátok már abba, azt mondja, ne, engem szidnak. Az ott rögtek mellettem. Na, tehát az elmúlt 6,5 évben, vagy rögtem, ott azért nyilván mondjuk Pintér Attilának azért lehetett volna a Győrt, a Ferencvárost felhozni, vagy a Sopront a korábbi igaz, évekből. Igaz. És akkor van még itt 10 olyan edző, hogyha jól számolom, igen, 10 olyan edző, aki két klubnál fordult meg. Pintér Attila, Kondás Elemér, Mihály Boris, Nebojsa Vignevics, Waltner Robert, Csertői Aurél, Mikael Öning, Joan Carillo, Feczko Tamás és Tomislav Szivics. Tehát, a hipotézis bebizonyítottnak tekinthetjük? Ugye edzőkeringő van Magyarországon? Figyelj, összegyűjtöttem, 61 vezetőedző fordult meg az elmúlt 6,5 évben, mióta 12 csapatos az NB1, 14 olyan edző van, aki egynél több klubnál volt, ebből 9 magyar, 5 külföldi, és szerintem főleg ebben a szezonban a kinevezések alapján lehetne azt mondani, hogy ez egy edzőkeringő, ami itt folyik Magyarországon, mert a 8 edzőváltásból 6 olyan edző vette át a pozíciót, aki korábban már dolgozott magyar csapatnál, vagy a magyar bajnokságban. Most, hogyha néz minket a Pintér Attila, vagy Horváth Feri, akkor mondják, na, hamarosan lesz munkánk. Igen. Újból. Attól félek, hogy ez nem egy téves felvetés ebből a szempontból, mert ugye, érted, a magyar klubtulajdonos lehet úgy gondolkozik, hogy ja, hát neki van tapasztalata, ő már itt ért el eredményt, és akkor hát tűzoltónak bármikor jöhet Pintér Attila, vagy egy
vagy egy Horváth Ferenc ebből a szempontból, ugyanúgy, mint ahogy nem akarom bántani Subka Attilát, aki eddig az utóbbi években akárhányszor volt valahol, nagyon jó munkát végzett, főleg a Honvédnál, és én kicsit itt csodálom a munkásságát az elmúlt években, de Subka Attila a tökéletes tűzoltója jelenleg a magyar NBA-nek, nem tudom, nekem a Sam Allardyce jut eszembe, az ő. Pont akartam mondani, Tomi, hogy azért érdekes ez a téma, mert azért én külföldön is látok hasonlókat. Persze. Tehát, nem olyan... Nézd meg, Rolly Hodgson, most a Watfordnál az ment. Tehát... Igen, de az a különbség az inkább az számomra, hogy például, nyilván most ez egy nagyon elvont példa, hogy a Chelsea-vel hasonlítjuk össze, de azért mégiscsak van egy víziója, meg van egy stílusa egy klubnak, tehát és ebbe választanak edzőt, és azért én azért azt gondolom, hogy a magyar NBA-ben ezért problémás a Honvédnak az edzői kinevezései, vagy a Diós Győré, és ebből a szempontból problémás a Videótonál is a múlttal összehasonlítva, a 6,5 éves múlttal összehasonlítva, hogy Kaszonitól Horváth Ferencig, Nikolicstól Szabics Imréig, tehát itt aztán tényleg mindenféle elképzelés megjött. Tehát inkább én azt vonom le ebből az egészből, hogy vízió nélküli ilyen adhok módon történik az edzőkiválasztás rengeteg helyen. És tisztelt a kivételnek, mert ahol nem, ott azon látszik is. Én nem tudom, mindig mondtad, hogy nézzük meg, hogy mit tudom én, mondtad, hogy Zalaegerszegen ezek voltak, meg stb. Nevezted a neveket, és azt tűnt fel nekem, hogy azok a csapatok estek ki, Balmazújváros például, akik olyan edzőt alkalmaztak, akik már voltak máshol. Tehát Balmazújváros kiesett, mert Horváth Ferencet nevezték ki, aki már volt máshol. Az MTK kiesett, mert megint a Fecskó Tamás nevezték ki, aki volt máshol. Nem a Fecskó Tamás a hibás, meg nem a Horváth Ferenc a hibás, mert sok minden közrejátszik, nem lehet így rájuk húzni, de azért ez egy ilyen, hogy mondjam, érdekes összevetés, hogy azok a csapatok, akik kiestek, vagy kiesésért harcoltak, az rengetegszer olyan edzővel estek ki, akik már voltak máshol. Lehet, hogy érdemes lenne inkább egy projektbe fektetni, egy vízióval teli projektbe fektetni, és felépíteni egy edzőt. Hát meg legalább, ha már akadémiák vannak, akkor valami hasonlót játszani, mint amit az akadémia játszik, mert szerencsétlen gyerekektől sok mindent elvárunk, de amikor bekerülnek egy teljesen más rendszerbe, mint amit előtte az X évben az akadémia játszottak, akkor azért azt se felejtsük el, ha már víziók. Na és a következő adásunkban Tominak, ha át tudnák küldeni az NB1-es klubuk a költségvetésüket, a könyvelésüket, akkor kiszámolja, hogy mennyi pénzt fizettek ki a szezon közben elküldött edzőkért, akiknek nyilvánvalóan egy rahadli pénzt ki kellett fizetni, mert hogy hát nyilván ők nem tehetnek róla, hogy a klubvezetés úgy döntött, hogy ez kevés, és valószínűleg egyikük sem az volt, hogy igen, föl szeretnék állni és távozom, 0 forinttal a zsebemben, tisztelet a kivételnek. Na, akkor most jön az, hogy nagyon kevés időnk van már csak az örök rangadóra, de ragadjuk meg itt is a lényeget. Én ott voltam ezen a mérkőzésen élőben, pont Kubatov Gáborral együtt érkeztem a székházba, de hát pofátlanság lett volna lerohanni az elnök urat kérdéseimmel, illetve pont beszállt előttem egy másik liftbe, úgyhogy nem tudtam... Nem éreztem menekülésnek, de hát nyilván nem adnak volt ott a helye, hogy elkezdjem kérdezni tőle, hogy miért éppen Csercseszov és társai, de azt viszont láttam, hogy a mérkőzés végén a szurkolókhoz, amikor kimentek a dibuszék, akkor hát a nem tetszésüket nyilvánították a ferencvárosi szurkolók a K. Gyenge Rigmussal, mert hogy úgyisten igazából hát megint csak ott tartunk, hogy még mindig nem látszik a kezenyoma ennek a drága új edzőnek. Én azt gondolom, hogy a mostani mérkőzés egyébként nem volt annyira rossz a Ferencvárostól, beszorította az MTK-t a saját térfelükre. Az MTK, ugye Márton Gábortól tudjuk, hogy nem szeretne ennyire mélyen állandóan védekezni. Ez a Real Madrid Paris Saint-Germain mérkőzéshez hasonlított, amikor a Real Madrid is ki akarta hozni a labdát, egész egyszerűen nem tudta. És ez benne van, és ez elfogadható. Nagyon szimpatikusnak tartom Márton Gábornak a mérkőzés utáni nyilatkozatát, ahol nagyon szerényen nyilatkozott, és elmondta, hogy bizony nem így akarta, hogy a mérkőzés kinézzen, bizony megúsztak egy vereséget itt, és bizony a Ferencváros jobb volt azon a találkozón, és hogy javulniuk kell. Én szerintem ez a Ferencváros érdeme, mert az MTK egyébként szervezett volt, de a Ferencváros nem jutott rossz teljesítmény, főleg a visszatámadás. De a helyzetkihasználások, tudod, megint visszajutottunk oda, hogy nem jönnek a gólok. Igen, de én azt gondolom, hogy ez egy létező dolog. Emlékezhetünk Manchester City Leicester, amikor a Vincent Kompany a bajnoki címért harcoló Manchester Citynek egy hatalmas gólt ragasztott a Leicester City hálójába. Crystal Palace-nak rúgta. Nem, azt hiszem a Leicesternek volt, de lehet, hogy igazad van.
na mindegy, ne veszünk össze ezen. Írjátok meg, aki pontosan. Valamelyik ilyen kisebb csapat ellen, én valamiért Brandon Rodgersre emlékszem, hogy a kispadon volt, és akkor is az volt, hogy a City olyannyira nyomott, de nem tudott gólt szerezni, mert ez benne van. Tehát ez egy létező, ez egy oké probléma. Ha megkontrázta volna őket az MTK folyamatosan, akkor én itt állnék és verném az asztalt, és mondanám, hogy nincsenek megszervezve, mert nem voltak struktúráltan az ellenfél térfélén. Itt már láttam erre utaló jeleket, és ezért nem lett 0-1 az MTK-nak. Vagy akkor viszont MTK-nak. A Gyirmot nagyon megszívtam, elnézést azért a Puritán, vagy Puritán ezért a egészen ilyen buta kifejezésért, mert hát akkor lehet, hogy ott fog kiszakadni majd az ülői úton a Golzsák a Gyirmot ellen majd 26-án. Igen, ez így van, ez így van. Én egy kis előrelépést láttam, és a Gyirmóttal kapcsolatban egyébként az Zalaegerszegről mondunk egy fél mondatot, még visszakanyarodok a Ferencvárosra, de annyit azért elmondanék, hogy a Zalaegerszeg most már mutat jeleket, hogy labdával egyre jobb. Egészen, hogy is mondjam, Wagner Robert megérdemli a dicséretet, mert tényleg a Zalaegerszeg egy remek szériát fut, és taktikailag is fejlődik, úgyhogy gratulálunk innen is. De vissza a Ferencvároshoz, ha azt kérdezed, hogy milyen volt a játékképe, én azt gondolom, hogy ilyennek kell lenni a játékképének, és hogyha mindig ilyen a játékképe, akkor a Ferencváros könnyen lesz bajnok. Én szerintem most, amilyen virtuóz játékosok érkeztek hozzájuk, amikor ezek összeszoknak, akkor itt akár még látványos futball is lehet, és mondom, tetszett az, hogy jobban beszorították az ellenfelet a saját kapujukhoz, és nem engedték a kontrajátékot, ahhoz képest, hogy eddig hogy nézett ki a Ferencváros. Igen, a tabella meg úgy néz ki, mert Tomi válaszhoz, hogy köszönhetően akár a Kisvárdának vagy a Puskásnak vezetik, tehát igazából nem nagyon tudnak élni azzal, hogy mondjuk a Ferencváros idézőjelben csak döntetlenre képes a sereghajtóval szemben, mert hogy ugye ez fájhat egyébként visszatérve a szurkolókra, akár a fehérvári szurkolóknak is, hogy mikor, ha nem ebben a bajnokságban lehetett volna megszorítani ezt az FTC-t. És akkor most persze pár szó tőled is, Tomi, erről az örökrangadóról, miket vettél észre? Hát egyébként, ha már szóba került a Leicester City, ez a mostani bajnokság pont a Leicester City bajnoki címet szerz, vagy igénylő szezonjára hajaz, mert a Ferencváros mindent megtesz azért, hogy a többi csapatot zicserbe hozza, a többi csapat meg szépen összetöri magát a célegyenesben, hogy ne tudjanak élni a lehetőségekkel. A Kisvárda és a Puskás Akadémia túlságosan sok pontot szór el ahhoz, hogy bajnokok legyenek. A lesz is következménye, mert akkor itt szúrom be, azt utána mondhatod a Fradit, hogy a révész azt mondta, hogy most már büntetés van maga után, hogy észhez térjenek a kritikus szituációkban, és nagyon fordult a világ, mert a főszponzornak szólt még be nemrégiben a révész, Attila sportigazgató, hogy még sincs a nagyba itt a játékkal, aztán most hogyan elég hamar változott. A világ egy hét ugye? Alatt. Érdekes, nem? Egy hét alatt, bizony. Révész Attila egyébként nekem szimpatikus, meg én kedvelem. Tehát én nekem van egy ilyen pozitív érzésem Révész Attilával kapcsolatban. Szerintem nem áll neki jól ez a tévés interjúzás. Tehát ahogy, amilyen nagyon profi egyébként, tehát a mondandója nagyon profi és átgondolt, és egyébként abból a szempontból tényszerű, hogy valóban a Paks jobban játszott, mint a Kisvárda, és gyakorlatilag az XG, tehát a kidolgozott helyzetek alapján a Paksnak simán kellett volna nyernie, de az első fél időben úgy alakultak a helyzetek, potyagol, stb., hogy nem így alakult a mérkőzés a Paksnak. De ettől függetlenül Révész Attila kicsit úgy, mondom megint csak ilyen, túlzott magabiztossága, túlzott határozottsága, túlzott autoritással beszél itt a dolgokról, mint hogyha itt csak neki lenne igaza. És ez elviszik kicsit, az érzelmei? Egy kicsit elviszik szerintem. Azért reálisan nézve a Kisvárda az továbbra is küzd azért, hogy Európa Ligás szereplés legyen, és nézem a bajnoki tabellát. Tudod, ez a dolog, hogy pedig biztosítottak arról egész héten, hogy erre megoldást fognak találni, és a mérkőzésen nem ez valósult meg. Azért edzőként mondanám, hogy nagyon sokszor van ez így. Szabics Imre mesélne erről, vagy Horváth Ferenc is a Honvéddal, hogy egész héten gyakorolnak valamit, és nem látja vissza a pályán. Ez lehet, hogy nem az a játékosokra gondolt. Igen. De pontosan, de tudom, az edző is. Erős Gabira gondolt, igen. Persze, de azért mondom, hogy az edzői stáb, tehát azért hogyan érezheti magát, hogy ők mindent megtesznek, gondolom nem lusták az edzők Kisvárdán, nem tudom elképzelni. Most azt sugalta a beszéd egyébként, hogy belekényelmesedtek a srácok, a pozíció nyújtotta, hogy mondjam, könnyelműségbe. Hát azért most gondolom, amikor 40 pontod van, és mögötted a Fehérvárnak 29, és gyakorlatilag több mint 10 pontos előnnyel nézegethetsz.
Na mindegy. Erős Gábor első NB1-es edzőként, tehát most van először NB1-es padon, tehát amikor ő felel mindenért, az milyen lehet, hogy a második, harmadik, negyedik meccs után te a szakma igazgatód, a főnököd üzenget a sajton keresztül. Én szerintem ez egy belsős beszélgetésnek kellett volna lenni, de ez csak az én véleményem. Révész Attila és klubja nem véletlenül a harmadik helyen, remek munkát végeznek egész évben. Már sőt, második, ugye most, ha nézzük a tabellán. Úgyhogy nagyon nehéz lesz, hogy ők ne legyenek európai kupa szereplést érő helyen, úgyhogy meghagyom nekik, hogy ők hogyan akarják ezt irányítani, de nekem voltak aggályaim ezzel kapcsolatban. Igen. Tomi, a Fradiról még elakadtunk, hogy esetleg ott az örökrangadó kapcsán mi a véleményed. Ez egy kicsit olyan volt, hogy majd a reklám után. Igen. Iván és András aztán után. Még egy reklám következik. Igen. Után elég sok a reklám, érted? Meg a promó. Nézd, én hasonló véleménnyel vagyok, mint Iván, és szerintem nagyon jól összefoglalta azt, hogy a Ferencváros így mérkőzésről mérkőzésre mindig lépeget előre, szerintem mutatott játék alapján, és tényleg az utolsó 20 percben igazából akkor kerültek helyzetbe, amikor akartak, és szerintem Mijatovic a forduló top 3 védésével elviszi mind a hármat. Zseniális bravúrokat mutatott be az MTK, nagyon heroikusan védekezett, és tényleg önfeláldozóan csúsztak-másztak azért az egy pontért. Viszont az MTK szerintem, amikor viszont el tudott jutni a Ferencváros kapujáig, azért tudott helyzeteket kialakítani, sőt, voltak azért veszélyes próbálkozásaik, főleg ott Miovszki beállását követően a második félidő elején volt egy-két olyan megmozdulása. Nagyon hiányzott a Futács Márkó, gyerekek, azt ér, tehát pont egy Ferencvároson egy ilyen labdatartó erőcsatár azért az kár, hogy nem volt. De figyelj, egyébként tehát nekem az MTK játéka így is tetszett, és egyébként az MTK, ha az ilyen mérkőzéseken, amikor az ellenfél ennyire erős és ennyire domináns, ki tud hozni egy-egy pontokat, szerintem az aranyat érhet majd az évvégi elszámolásban, sőt, hát egy ennyire szoros kiesés elleni harcban, amikor a negyedik helyezettől lett 9 pontra van, az egy iszonyatosan sokat jelentő döntetlen. Mondjuk itt most ebben a szezonban már kétszer szereztek pontot a Ferencváros ellen. Mondjuk az a másik kérdés, hogy a Gyirmot ellen nem szereztek ennyi pontot, de... Az a pozitív itt számomra, nagyon jó, hogy mondottam, az a pozitív itt, hogy az MTK, amikor legutóbb kiesett az NB1-ből, most az a csapat játszotta volna ezt a mérkőzést, ez a 91. percben 1-0-ra kikapott. Tehát itt most azért Márton Gábor helyre tette a dolgokat, tehát van most egy stabil lábokon álló, irányba menő MTK. Én azt gondolom, hogy az MTK-nak nem szabad, hogy kiesnie, már csak azért sem, mert nézzük meg, hogy például az élet első NB1-es mérkőzésén kezdőcsapatba kerülő, tehát már volt NB1-es meccse, de most kezdett először, Kovács Mátyás, aki már az U19-es mérkőzésen is, én már emlegettem sokat legutóbbin a bosnyákok ellen, ugye ők ketten Bancsa Zalánnal gyakorlatilag kiemelkedő játékosai a magyar utánpótlás válogatottnak, és megmondom őszintén, hogy az a fajta nemzetközi kategória, amiről Eszterházi Mátyás mesélt nekünk nem is olyan régen, az Kovács Mátyásban megjelenik. Abszolút. Ő is az istállóba tartozik egyébként, pont néztem, de akkor nem véletlen. Tartunk. Igen, nem véletlen. Zárásként egyrészt le a kalappal a Márton Gábor előtt, ezt többen mondták kommentben, hogy beteszi. Bizony. Hogy a Ferencváros ellen akár beteszi. Bizony. Meg előtt, hogy a Mik Nyóckit is beteszi. És jól is futballozott. Fiatalember. Igen. És hát ne felejtsük el. Volt a Kovács. Így van. Amilyen játszik könnyedséggel lesprintelte a Wingót, hát félelmetes volt. Iszonyat dinamikus, és tud futballozni. Igen. Jobb hátvéd, jobb szélső, bármi lehet a jobb oldalon. Tehát még ezt sem veszik el, amit ugye a Polyák Balázs beígért, hogy lesz, hogy mindig azért rajta maradnak ezen az úton, és hát a Séfit ne felejtsük el, hogy érdemes megnézni a csatornánkkal a vele készült interjút. Egyrésztről amiatt is, hogy azok az emberek, akik azt, hogyha valaki sír, azt mindig negatívnak veszik. Igen. Őről elmondta a Polyák Balázs is, meg a Székely Zsolt is, hogy nála emocionálisabb embert és focistát nem is ismert, ha nyertek azért sírt, ha kikaptak azért sírt, és minden megviselte, ha nem hívták be a korosztályos válogatottba, és mondta, hogy gyakorlatilag nem tud érzelem nélkül létezni, és ez szerintem egy tök pozitív dolog, és pont azt mondta az MTK sportigazgatója is nekem, hogy imádott vele dolgozni, mert annyira jó egy olyan emberre dolgozni, aki látott, hogy belehal egy-egy vereségbe is, illetve a győzelmeket is úgy éli meg, ahogy meg kell élni. Tehát szerintem az emocionális dolgokra, hogyha már azzal kezdjük Nikolicssal az adást, akkor szerintem az nem probléma. Ha valaki ilyen, akkor a pályán is valószínűleg
jön ki belőle, de hogyha Nikolić ügyből majd még más kiderül, akkor természetesen jövő héten folytatjuk ezzel, illetve hát nagyon nagy sírás lesz szerintem az NB1 végén is, ha valaki kiesik, ha most úgy mindenki meg teszi a dolgát a hátsó régióban. A Fehérvár nagyon nagy harcot vív azért, igen, hogy kiessen. Újpest is beindult. A Fehérvár meg pont azért sír, igen, mert lefelé mennek egyelőre, de majd meglátjuk, hogy mi lesz, de tényleg beindult az Újpest, az MTK is foggal körömmel harcol, láttuk, hogy a Debrecen is megtett most mindent a győzelemért, úgyhogy egyelőre tippeljétek meg, továbbra is kérjük, hogy kik lesznek a kiesők, de mi már nem merünk semmit mondani, nem? Én merek, de nem mondom. Nem mondjuk. Merünk, de nem mondunk. Igen, nem akarom elkiabálni. Na, Iván, lezárod az adást, vagy nincs kedved? Nem az erősségem az adások bezárása, a profikra hagyom. Akkor Tomi, zárjuk le azzal, hogy köszönjük szépen neked is ezt az edzőkeringős összefoglalást, köszönjük szépen Ivánnak az ismételten szenvedélyes kommentjeit, és várjuk a tiéteket is. Ez volt a Piros-Fehér Zöld, egy hét múlva találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Thank you.